Szakács László az MSZP részéről. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egészségügyről fogunk beszélni, vagy többek között egészségügyről fogunk beszélni. Szerintem a 24 pont úgy csinálta meg azt a felmérést, amit pont a napokban hallottam. Nem vagyok benne biztos, de mint hogyha ők rendelték volna meg ezt a felmérést, hogy a hazai lakosság egyébként mit gondol arról, hogy fizetős lehetne az egészségügy, hogyha vizitdíjat mondjuk újra bevezetnék idézőjelesen, és hogy számomra elég meglepő volt, mert hogy állítólag a megkérdezettek jelentős többsége azt mondta, hogy igen, hajlandóak lennének fizetni akár vizitdíjat is, ha és amennyiben így az így befolyt összeget, hogy az egészségügy fejlesztésére fordítanák. Reális? Ön szerint? Reális, hiszen most is fizetnek az emberek, rengeteget fizetnek az egészségügyért. A magyar lakosság 30%-ot tesz hozzá az állam büdzséje által hozzátett összeghez az egészségügyből. Nagyjában egész évben ugyanannyit költünk mi magyarok egészségügyre, mint az Európai Unió átlaga, csak ennek majd az egyharmadát saját zsebből fizetjük ki, a magánegészségügyben fizetjük ki. A magánegészségügy Magyarországon nem azt a szerepet játsza el, ami mindenhol máshol az Európai Uniós országokban ráosztott szerep, hogy egy nagyobb ellátást, egy jobb ellátást, egy magasabb színvonalú ellátást, vagy éppen szebb szobát szeretne valaki, és ezért fizet. Magyarországon konkrétan azért fizetnek az emberek, hogy hozzáférjenek ilyen ellátásokhoz. Na, de hogyha már itt tartunk a fizető résznél, akkor ön szerint elképzelhető, hogyha mondjuk önök kerülnének kormányzásra, akkor ismét fizetős lenne az egészségügy? Mert a Fidesz már most ezt mondja. Mi úgy gondoljuk, hogy nem. A Fidesz már most előkészíti a magánegészségügyet és a magánbiztosítóknak a rendszerét. Mi úgy gondoljuk, hogy társadalombiztosítás alapú, államilag finanszírozott egészségügyet kell fenntartani. Nem gondolkozunk abban, hogy ebben más szerepe lenne a magánegészségügynek, vagy a fizetős egészségügynek, hogy így mondjam, mint ami az Európai Uniónak a többi államában. Ez a Fidesznek a gondolata, hogy legyen egy kvázi szegény egészségügy, amit az állam finanszíroz úgy, ahogyan tud. Ugye látjuk, hogy ennek a romjait látjuk. Éppen, hogy nagyon-nagyon elkötelezett emberek dolgoznak még az állami egészségügyben, és ezért még nem teljesen dőlt össze az egészségügyi rendszer, majd mellette ugye ott van egy magánegészségügyi rendszer, amiben a magyarok iszonyatos mennyiségű pénzt költenek el. Itt hadd mondjam el, azért vannak olyanok, hogy hitelből finanszíroznak kisebb műtéteket, fogpótlásokat, tehát most már nem ott tartunk, hogy valaki kifizeti az egészségügyi hozzájárulást, és ezért kap egy ellátást, csak esetleg többet kell rá várni. Hozzá sem fér, ennek nagyon sok oka van, a szakember hiány, az orvos hiány, az ápoló hiány, hozzá sem fér, ezért inkább hitelt vesznek föl, és így jutnak hozzá. Hány évesen? Én 42. 42, nincs sok akkor köztünk. Mind a ketten szerintem emlékszünk arra a régebbi rendszerre, ugyanez volt régen is. És ez persze nem azt jelenti, hogy akkor most a felelősséget az egyik ember átolja a másik kormányra, mert a hazai egészségügyel mindig voltak ilyen jellegű problémák. Más kérdés az, amikor az ember mondjuk a színvonalról és a minőségről beszél. De beszéljünk most egy kicsit arról. A kormány azt mondja, hogy több 100 milliárd forintot pumpáltak bele évek alatt a hazai egészségügyben, csökkentek a várólistáknak a számai, kórházak épülnek, kórházakat fejlesztenek. Tulajdonképpen még a béreket is megpróbálják ugye normalizálni és emelni, akkor ezen kívül mondjuk önök mit tudnának ehhez hozzátenni? Hát kezdjük akkor a bérekkel. Igen. A béreket háromszor emelték meg, ugye ezt állítja a kormány, hogy háromszor emelték meg a béreket. Mégis van 20 ezer olyan dolgozó az egészségügyben, nagyjából 130 ezerből, akinek egy fillérrel nem emelkedett meg a bére, mert még mindig nem éri el a garantált bérminimumot. Tehát ez a 15% az egészségügyben dolgozóknak körülbelül. Így van, nagyjában egészében, és ő nekik egy fillérrel nem emelkedett, mert még mindig nem ért el a garantált bérminimumot az ő bérük. Magyarán mondva ez játék a számokkal. Igen, de akkor nem azt kell inkább nézni, bocsánat, hogy a 85%-ának viszont emelkedett a bérük? Azt is lehet nézni, hogy a 85%-ának emelkedett a bére, nézzük meg, mennyit kell ezért dolgozni. Ugye általában egy 8 órás munkahéttel számolva az emberek 192 vagy 201 munkaórát dolgoznak egy hónapban, attól függően, hogy hány munkanap van. Az egészségügyben ahhoz, hogy el lehessen érni nagyjából egész évben azt a bért, amit a kormány kínál, pontosan a szakember hiány miatt, ezért 250-300 órákat kell dolgozni. Csak az egészségügyben megengedett a 72 órás folyamatos. Egy csomó egészségpolitikus megmondta azt, hogy
önmagában a béremeléssel nem fog megoldódni az egészségügynek a helyzete, meg az állapota, mert ennél sokkal fontosabb területek vannak egyébként, ahol fejlesztésre, módosításra, korrekcióra lenne szükség. De mindegy, maradjunk a béreknél. Karácsony Gergely, ugye a miniszterelnök jelöltjük, ugye azt mondta, hogy 50%-os béremelést vezetnének be kapásból, hogyha kormányzásra kerülnének. Ez mondjuk akkor milyen kiadással járna az ön által is említett 120 000-es létszámra? Én azt gondolom, hogy ez egy elfogadható és egy olyan mennyiségű kiadás, ami most is benne van a költségvetésben. De benne lehet, számot, hogy ez nem, az 270 milliárd forint nagyjából egészében az, amivel ezzel rögtön meg lehetne emelni az egészségügyi büdzsét. Tehát ez 270 milliárd forint, amit csak a béremelés korrekciójára fordítanának így önök. Mi lenne a többi? De nézzük meg, hogy először, hogy ezzel mit érünk el. Mert azzal, hogy megemeljük azoknak a bérét, akik jelenleg dolgoznak az egészségügyben, azzal még nem oldottuk meg a szakember hiányt. Azért kell vonzóvá tenni az orvos szakmát, az ápoló szakmát, a mentős szakmát, hogy ugye hogy jöjjenek is vissza emberek. Ma 100 ágyra 28 ápoló helyett 16 jut. 30 ágyra a 11 ápoló helyett 6 jut. Minden egyes orvos szakma hiány szakma. Tehát azért kell először is megemelni a béreket, hogy jöjjenek vissza ide az egészségügybe dolgozni az emberek és az ápolók. 2-3 ezer ember hiányzik ugye a szakmából. Ezt mondta Komáromi Zoltán legutóbb, mondjuk itt a stúdióban. 2-3 ezer embert hogyan fognak visszahozni? Nyilván nem mindegyik van külföldön, tehát valaki csak elhagyta egyáltalán a pályát. Vannak pályaelhagyók, vannak akik elmentek nyugdíjba, őket lehet, hogy meg kell kérni, hogy a nyugdíj mellett dolgozzanak, a pályaelhagyókat pedig normális munkakörülményekkel vissza kell csábítani az egészségügybe, és ugye itt térnék át a második etapra, igen, ami a béremelés után következik, hogy igen, át kell szervezni úgy a munkát, hogy az, aki benne van, ő is jól érezze benne magát, olyan dologi kiadásokat kell emelni, műszerezettségen kell emelni, olyan munkakörülményeket kell teremteni, ami mind a betegnek, mind az orvosnak megfelelő, és a 21. századi korszerű technológiát mutatja. Jó, ez általános válasz, de mondjuk erre mondjuk milyen kerettel állnának hozzá? Hát először milyen büdzsével? Először is az alapellátást kell megerősíteni, hogy itt a házi orvosokról beszélünk, a mentősökről beszélünk, a fogorvosokról beszélünk, és a sürgősségi osztályokról. Hogyan töltenék be például a megüresedett, vagy a betöltetlen házi orvospraxisoknak a számát? Ez a kormány valamit rosszul lát, ő azt mondja, mindig ad pénzt arra, hogy megvásárolják a praxisokat, de arra nem ad elegendő pénzt, hogy működtessék a praxisokat. A praxisoknak a működtetésére kell sokkal több pénzt adni. Nem elég az a plusz 130 ezer forint, amit adnak, ezt meg kell emelni nagyjából egészében 200 000-300 000 forinttal. Attól függen persze, hogy mekkora egy ilyen praxis, és hány adminisztrátort kell foglalkoztatni, meg hogy van-e csoport praxis ebben a kérdésben. A járóbeteg ellátás, amit a rendelőintézetnek hívunk egyébként a köznyelvben, ott bizony egységesíteni kell a finanszírozást. Ma, ha az államnál van a rendelőintézet, akkor az állam sokkal jobban finanszírozik, mint hogyha az önkormányzatoknál lenne ez a rendelőintézet. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt egységesíteni kell, és igenis meg kell emelni a finanszírozását a járóbeteg ellátásnak, a rendelőintézeteknek, hiszen ők azok, akik tehermentesíteni tudják a kórházakat, ott pedig újra át kell tekinteni a struktúrát. Nem lehet olyan, hogy valaki nem kap ellátást megyei kórházakban az év 365 napján 37 szakmával jelen kell lenni, és el kell látni a beteget. Nézze, én azt gondolom, hogy aki mondjuk már járt egészségügyi intézményben, vagy sajnálatos módon gyakran jár, az biztos, hogy látja azokat a réseket és javításokat, amire mondjuk szükség lenne. Viszont a politikus meg azt mond, amit akar, ezt meg nagyon sokszor ugye mi tapasztaljuk ugye újságírók, de most nézzük akkor a konkrétumokat. Ha önök kerülnének kormányzásra, akkor lenne egészségügyi minisztérium, önnál a tárca lenne? Lenne természetesen. Mi egy hosszabb folyamatról beszélünk most azért, itt már korábban mi elfogadtunk egy programot, ugye ez a Magyar Szocialista Párt programja volt, aztán később konferenciákon, részországgyűléseken, majd a tegnapi háromoldalú egyeztetésen is ezt végigbeszéltük. Ez egy nagyon fontos és sarkalatos pontja, hogy van-e egészségügyminisztérium önálló igazgatása, van-e csúcsigazgatása. Mi minden változna akkor, hogyha lenne minisztérium? Hát csak egy példát mondok, egy nagyon egyszerű példát, hogyha ma Magyarországon mondjuk valamelyik állatfajtát veszélyezteti valamilyen járvány, akkor arról biztosan tud a kormány, mert a mezőgazdasági miniszter erről beszámol. Igen? Hogyha valamilyen humán járvány van, akkor arról nem biztos, hogy tud a kormány, mert nincsen egészségügyminiszter, Balogh miniszter vagy beszámol erről, vagy nem, vagy tud róla, vagy nem. Tehát a kormányban nincsen megfelelő érdekképviselete. Na most, hogyha még a konkrét helyzetet sem tudják rendesen értékelni és elmondani egy kormányülésen, mert nincsen ezért felelős tárca,
akkor a fejlesztéseket, akkor a 21. századnak megfelelő követelményeket, egy korszerű egészségügyi ellátást hogyan tudna ez a kormány megfelelőképpen stratégiailag előkészíteni, és egyébként meg végrehajtani, ami egyébként az egyes embernél pedig úgy jelentkezik, hogy még egy vérvételre, vagy éppen egy ultrahangra nem kell 2-3 hetet várni. Na most ugye a beszélgetésünk során egyetlen egy számadatot hallottunk öntől, ezt az 50%-os béremelésre fordítandó 270 milliárd forintot. Azt mondják a szakemberek, hogy körülbelül 6-700 milliárd forint hiányzik jelenleg az egészségügyből. Ezt mondjuk önök hajlandóak lennének pótolni? Nyilván ez több más területet érint, vagy érinthet. Én többször mondtam, hogy ennél több kell. Nagyjából egészében 1000 milliárd forint kell. Ugye ez az, ami a megnövekedett munkateher, a megnövekedett felelősség és a megnövekedett feladatoknak a számához, illetve az elmúlt időszakban innen kivont összegeket, ezzel lehetne visszapótolni, ez nagyjából egészében 1000 milliárd forint. Ha és önök kerülnének, ez az utolsó kérdés, gyors választ várok, kerülnének kormányzásra, akkor az állampolgárok mennyi idő alatt, hány hónap alatt érzékelnék a pozitív változást az egészségügyben? Én azt gondolom, hogy az alapellátásban az első fél évben, egy évben, és az e fölötti ellátási szinteken pedig a ciklusnak a közepén. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is.